Jó reggelt! Elindultunk ma is. Elhagytuk a szállást, most mögöttünk építkeznek. A munkakat hasonló, mint nálunk otthon. De itt legalább úgy néz ki, hogyha normálisan megcsinálják a dolgokat. Nyilván ez meg megint csak magyar szokás, hogy az ember panaszkodik. No de, itt eddig egy kisebb folyó mellett jöttünk, ő volt az. Beleömlik egy nagyobba, hogy menjünk át egy hídon. Előttünk már ment két zarándok hölgy, akikkel már tegnap is találkoztunk. Szálláson is voltak, de nagyon durván, hogy ilyen idősek, tehát hogy ilyen bőven 60 pluszos, van aki 70 pluszos, és hasonlóan kisméretű táskákkal, mint a miénk, veretik nekik a Caminót. De kérdés az, hogy ugye ki mennyit meg egy nap, úgy jön ez az itt ki. Szóval, hogy eddig nekünk az ilyen bemelegítős napjaink voltak, mert hogy csak 20-akat mentünk, és ma is az első 30 pluszos utunk, úgyhogy kíváncsi várjuk, hogy mennyire fogjuk tudni bírni, és a következő 3 nap is ilyen erősebb lesz, úgyhogy majd most kiderül, hogy mit bírunk. Na szóval kijöttünk majd egy erősen vidékre, olyan falakat építenek ezek az emberek, hogy megőrítök. Ez egy ilyen hacienda, hogy nem tudom, de általában az úgy néz ki, ott ilyen pálmafákat már egy kicsit megcsonkolták, ott van egy gólya, nem tudom, mennyire látszik ott hátul. Itt száll le éppen a barátja. Sanyi. Feleségem Rozi. Hello. Az út. Itt megyünk. És akkor közben bot is van nálunk, meg már minden. Aztán azért úgy nézek, hogy közben fogom a tokját, de mennek meg. Mert hosszú ujjúba, mert egy kicsit fúj a szél. Ez mehetünk szerintem. Szóval így fújdogál a szél erősen, és meg picit tegnap meg is kapott a nap, maradjunk annyiba, független attól, hogy ma is kenyegettem a pofámat. De engem valahogy jobban el tud kapni a nap. De a lényeg, hogy itt ahol ilyen mezőgazdasági területek vannak, itt ilyen rohadt nagy házakba, tehát az egész területen van egy rohadt nagy ház, kevés ablakkal, és akkor meg gondolom az azért van, mert így április végétől októberig rohadt meleg van. Aztán úgy vannak vele, hogy kevés fény, ez tökéletes nekik. Úgyhogy baromi jól néznek ám ki egyébként ezek a kis hasziendás témák. És mindenütt öntözőrendszer ki van találva, szóval nagyon rendben van. És minden traktor John Deere. Na közben, kérek szépen, visszaérkeztünk ide a Tesómnak a partjára. Itt már tényleg ilyen normál, ilyen Tiszánál, hát Tisza és a Duna közt valahol szélességű jelen állapotában az a Tezsó nevezeti folyó. Itt van egy kis kívülős kis étterem, és itt jössz végig, rohadt jól néz ki az egész. Ezek a házak zseniálisan jól néznek ki. Van, ami tényleg ilyen lepusztult, de hogy így rend van. Nincs széthaigába a gani az utcákon, legalábbis itt nyilván az Lisszabonra nem vonatkozik, de hogy így tök rend van. Így oké, hogy nem a legszebben felújított házakról van szó, meg hogy nem biztos, hogy minden ilyen nagyon modern, meg nagyon fasza, de hogy így rend van. Így nézd meg azt, és hát jó néz ki. Tényleg teljesen rendben van az egész. Mindjárt lesz meg egy templom, azt sem megvárom. De a folyó baromi jól néz ki, egy kis homokos part, azzal megittünk egy kávét, de helyiek nem voltak, ettek valami babos, meg valami halas sült krumplis kajákat. Hát nem mondom, hogy mi az első megállós etapunknál, nem ettünk jót, mert olyan szedreket, málnákat, meg mi volt a harmadik? Áfonyákat ettünk, hogy besírtok olyan magokkal. De azért a krumplit azért rákóstoltam volna erősen, nem? És ha megnézzük ezt a templomot a sarkon. Feleségem Rózi nagyon megy itt előttem közben. Na itt a templom. Ez tök jól néz ki ez is. Nézd meg. Rend van. Ez olyan világokban, amit ez van. Mellett a ház, kicsit le van kutyamba, de hogy ott is rend van. Tehát, hogy nem lopkérti, ezt kúszhatjad az ablakból, érted? Tehát, hogy... Na mindegy. Szép nap van, megyünk tovább, ennyit akartam, csak köszönöm szépen a figyelmet. Na kell szépen, mutatom már eddig, mert nem vettünk föl ilyen... Vagy vettünk? Nem tudom, már mindegy. Mert az van ugye, hogy... Most ezeket nem vágom meg, hanem csak megy a memóriakártyára, mert nem tudom, hogy eddig felvételt csinálom. De a lényeg, hogy most megálltunk egy ilyen... Hogy mondja ezt a német breakdown? Vagy nem tudom, valami breaket. Mindegy, a lényeg, hogy megálltunk. Németországon. Na, azt nem tudhatod. Na, mutatom, hogy nézünk ki.
először is mutatom ott a... Ők már elmentek egyszer mellettünk, meg van, valószínűleg még egy lány is el fog jönni mellettünk, még mi itt nem breakdownolunk. Vagy mi csinálunk? Nem érdekel az engem. Mi most azt csináljuk és kész. Szóval, hogy így vagyunk, itt lábszerőszetés, én még nem. A feleségem mászik extra erősen, a Rozi, és ott egy szendvics. Én kiterigettem a túloldalra, nem tudom, mennyire látszik, azt hagyd száradjon ott. És a legnagyobb mutatvány, amit most fog történni. Kémeránk a tokját lerakjuk, figyeljetek oda, mit fog inni. Basszak, tartós tejet fog inni. 2 dekás tartós tejet, 28 fok lehetséges, kb. A hőérzetünk legalábbis 32 biztos a napon. Ez most kellemesen langyos lett ez a tej, úgyhogy én ezt fogom beütni, az a kis tuckekszel. És aztán hogyha a következő felvétel az lesz, hogy valami rettentően agyik csempész a szobába ücsörgök egyedül, akkor az valószínűleg meghajtott egy kicsit, de nem tudjuk ezt még. De van ebből 2, tehát én biztosra mentem, 2 vettem, ott lakik a másike. Úgyhogy most egy kicsit itt ilyen szünetelünk, hiszen elértünk a 20. kilométerünkhöz, úgyhogy most itt onnan jöttünk, terigetés, arra megyünk. Hú, gyerekek, ide értünk Santarénbe. Volt egy rohadt hosszú, egy ilyen, szerintem 5 kilométer, tehát egy kb. Egy óra hosszabb, tudja, hogy jöttünk mindenféle szőlő jobbról-balról, de sikerült telibe verjük úgy, hogy legjobb napsütés, de úgy, hogy megháborodt, semmi árnyék, és egy óra hosszán keresztül jöttünk, ott utána meg kellett egy kicsit pihenni, én ott ledobtam a cipőt és átvettem a szandit. Jó szandi, gyerekek, sose gondoltatok volna. A szandál zseniális találmány. Főleg, hogy az ember lábán van egy 6 bruttó 7 órát egy másik cipő, egyfolytában, egy 10 körös hátizsákkal, és megy a 20 fokba. Ide értünk. Nem tudtam a szobát. N1 Hostel, az a neve, Santarém. És tök jó fejek volt, a recepciós néni megcsinálta a kredenciánkat, mindent megcsinálta, tök jó fej volt. Mert mondta, hogy itt van a Miguel, vagy Hector, vagy szóval tudja, hogy hívják az öreget, ez nyilván ömtött mindent. Az öreg egy komplet... Ja, várjál, nem jó, kezdem előről. Szóval miután ezt a rohadt napos részt túléltük, megálltunk egy picit, maradék kaját, vizet még így magunkba raktuk, hogy akkor így, most már kicsit az egy, így most már mindjárt ott vagyunk, tényleg 3 kilométer, ez már nem távolság, majd elérünk. Igen ám, de Santarém egy baszom hegytetőn van, úgyhogy ha nem is hegy, de dombtetőn van, úgyhogy ezt a 3 kilométert, azt főfelé, mert nem néztem mekkora a szintet jöttünk főfelé, de menni kellett rendesen. Szóval a lényeg, hogy ide értünk, nagy duzzogva. Tök rendes volt a recepciós néni. A bácsi pedig egy 25 perces körbevezetést elmondott, ilyen félig portugál angolul, hogy hova kell lemenni, hogyha támadás éri a helyet, és milyen bunkerek vannak, ilyen vicceskedően próbált elmesélni mindent. Azt hittem, hogy az életben nem ülünk le, bassza meg, de aztán végül is ide értünk. Nem mutatom, itt már ledobáltak a cuccunkat, tök korrekt egyébként, ilyen nagyon megdizájnolt az egész cucc. Szemből felemelek kezemet, hát van légkondi is, ott az emeletes ágy, egyes, itt ülök a másikon, és akkor ott van egy, és ennyi, kb. Körbeértünk, tehát itt azért nagy mutatvány nincsen. Itten leszünk, tök korrekt, hanyas ágyod van, van hozzá egy szekrényed, van világítás, akarod, úgyhogy, ja, és a másik, hogy kettel leszünk csak. Ez 4 ágyas sztori, alapvetően küldhetek volna még ide hozzánk még 2. A szembe lévő, szintén hasonló ilyesmibe, egy francia bácsi van, akivel már találkoztunk az úton, most ért ide szintén, viszont közös a zuhanyzó meg a budi, úgyhogy azt majd még itt egy kicsit meg ki kell találni, hogy legyen, mert hogy így nem zárható az egész. Úgyhogy vannak ilyen izgalmak benne, de most adom. Most elmegyek még mosni. Nagyon remélem, hogy sikerül mosni egy jót. Meg valamit zabát durrantunk, mert nem is néztem, hogy hány kalóriát, de szerintem egy ilyen 3800-at biztos elégettem, úgyhogy ezt valahonnan be kell hozni. Hát akkor hogy áll itt a fény? Szarú. Á, így kellett volna, hogy gyönyörű fejemet lássátok. Na jó, mutatom majd a többit is. Feleségem Rozi. Maszkba ül, én is maszkba ülök, csak most lehúztam, hogy ne lássák, hogy nem maszkba ülök. Na, ha fölteszem a maszkot, akkor nem hallatok semmit. Itt vagyunk Santarémbe, a mosodába, 3-as jeltek, és mennyi pénzt adott vissza?
3-5. Rahagyjam meg. Szóval az van, hogy... ugye mi a 9 kilósokba tudtunk volna rakni, az nyilván nem működik, abban meg már valaki dolgozik, szóval, hogy a 9 kilósat nem tudtuk megcsinálni. Most vagy az van, hogy várunk még idejön az a valaki, aki ez a szar, és akkor fizetünk érte 4,20 €, de mivel, hogy egyrészt fáradtak is vagyunk, ennünk is kéne valamit, meg nem tudtuk, hogy mennyi ideig most, így aztán beraktuk a 13 kilósba a 4 kiló ruhánkat, vagy nem tudom mennyi volt, 5-nél nem több. Cserébe legalább 6-50 én most sem. De ott lejárt a gép, ott vége van. És akkor utána megyünk oda a szárítóba. Ráadásul majdnem elbasztuk, még jó, hogy itt volt a csávó, mert hogy itt az a menet, hogy először berakja az ember, aztán kiválasztja a programot, aztán fizet, aztán ilyenek. Mindenütt más a rendszer. De egyelőre úgy néz ki, hogy az összes ruhánkat mi fogjuk tudni mosni 25 perc alatt. Ez jó. Nem tudom, hogy bármit is hallottok ebből, amit magyarázok, de higgyétek el, hogy ez nekünk jó. És utána még 1 euróra így megszárítjuk a ruhát. Ez a program, utána meg elmegyünk elni, én már rohadt éhes vagyok, a feleségem Rozi, nem.